A megyében már 14 helyen van kormányablak, az év végéig várhatóan még hetet adnak át. Ez azt jelenti, hogy a jövő évtől már összesen 21 kormányablakban intézhetik ügyeiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosok. A dombrádi ünnepélyes átadáson elhangzott, a hiányzó kormányablakokat várhatóan még december előtt megnyitják. Mi már sokadszor a megyébe kormányablakot adtunk át a mai napon. Ennek két jelentősége van. Az egyik és legfontosabb, hogy a kormányt, a hivatalt, az ügyintézést közelebb hozza a lakossághoz, hiszen most már Dombrádon is ebben a kormányablakon a dombrádiak és a térségiak egy ablakos rendszeren keresztül gyorsan és hatékonyan tudják az ügyeit intézni. Ez egyik nagyon fontos dolog. A másik dolog, hogy ezzel a modern központtal, a modern technikai felszereléseket gyorsult az ügyintézés, és most ilyen döbbent számokat hallok, hogy egy-egy ügyintézés 10 és 14 perc között befejeződik, tehát nem kell napokat sorban állni, nem kell rettegni, hogy mi lesz a hivatalba, mosolygós alkalmazottak, kultúrát környezetbe tudják fogadni a ügyfeleket. A dombrádi kormányablak beruházása nem csak a város, hanem a környező települések, úgy mint Új-Dombrád és Tiszakanyár lakosai számára is könnyebb ügyintézést jelent majd. Mai napon már most átadtuk Dombrád város önkormányzatának kormányablakát. Itt a következőkben összesen 6 munkatársnak fogunk munkát adni a térségből. 3 munkaállomást üzemelünk be, és a mintegy 40 millió forintos beruházás 2/3-át a nemzeti Magyarország költségvetése állta, 1/3-át pedig az Európai Unió finanszírozta. A megyében a 14. kormányablakot a dombrádi ünnepség után Demecserben adták át. A helyieknek korábban a hozzávetőleg 30 kilométerre lévő megyeszékhelyre kellett járniuk, ha hivatalos ügyet akartak intézni. A demecseri átadón Kozma Péter kormány megbízott elmondta, a megyében nem zárnak be okmányirodát, azok többsége kormányablakká alakul át. Minden járási székhelyen és más kiemelt településeken lesznek kormányablakok. A működő okmányirodák közül a Nagy Csedi az továbbra is megmarad okmányirodának, tehát nem lesz bezárva egyetlen egy okmányiroda, sem működő okmányiroda. A megyében egyetlen egy ilyen a Nagy Csedi, amely nem alakul át kormányablakká, de megmarad a okmányiroda, tehát az ottani lakosoknak nem kell Mátészalkára befáradni. Kozma Péter hozzátette, egy kormányzati döntés értelmében a szeptemberig elért 4000 ügyiratszám alatti településeken a továbbiakban nem üzemeltetik az okmányirodákat, azonban ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nem érinti.